A Féhe 11-es huszárúti telephelyén a fogyatékkal élők nappali központjában dolgozik recepciósként József. 6 éves korában volt egy balesete és orvosi műhiba következtében lebénult, azóta kerekes székkel közlekedik. Családja és a Féhe támogató szolgálata segíti őt a mindennapi tevékenységekben, mostantól azonban lehetősége van személyi asszisztenst is kérni. A lakáson belüli dolgokban, bevásárlás, ha orvoshoz kell menni, vagy vérelátóba kell menni, tehát ilyen dolgokban. Vagy akár a gyógyszertárba bejutás. Ezekben. Ő választja majd ki a személyi asszisztensét, egyelőre még nem találkoztak. Azt mondja, fontos, hogy megbízzanak egymásban. Nekem nagyon fontos az, hogy ismerjem az illetőt. Tehát ugye, hogy már belép az én lakásomba, tehát az olyan illető legyen, akit én nagyon jól ismerek, tudom, hogy megbízhatok benne. A Féhe támogató szolgálata 10 mozgáskorlátozott ügyfél számára keres személyi asszisztenseket, akik segítik őket a mindennapokban. A személyi asszisztencia szolgáltatásunk igazából a mindennapi életben való segítségnyújtást jelenti, tehát azokban a szokásos hétköznapi tevendőkben, amiben mindenkinek része van, akár a kezdjük a reggeli felkeléstől, az ágyból kikelés, valakinek akár a WC használat is nehézséget jelent egyedül, tehát ezekben a teendőkben is segítséget nyújthat egy személyre szabott, illesztett szolgáltatás. Az új tesztjellegű szolgáltatást egy idén januártól november végéig tartó pályázat teszi lehetővé, de bíznak a folytatásban is. A képernyőn látható elérhetőségeken várják a személyi asszisztensek jelentkezését. Ez a feladat végzettséget nem igényel, hiszen a segítők egy 2 napos, naponta 4 órás felkészítő programon vesznek majd részt, egy tanfolyamon részesülnek majd abban a tudásban, hogy hogy is kell a fogyatékossággal élő emberekhez viszonyulni, mi az, amit tőlük várunk. Külföldön már sikerrel alkalmazzák a segítésnek ezt a formáját, ott maga a fogyatékkal élő ügyfél kap egy keretösszeget, amiből a személyi asszisztensét alkalmazza. Itt a Féhe köt munkaszerződést a segítőkkel, de a szociálpolitikában itthon is az a cél, hogy a jövőben az ügyfelek otthonában, és ne intézményi keretek között történjen az ellátás.